Volt egyébként az ön pályáján, amire azt mondja, hogy a Zenit. Tehát amikor Andy Vajna azt mondta, hogy na ez az a pillanat, ami a csúcs, amit nem biztos, hogy még egyszer meg tudok haladni, vagy el tudok érni. Ezzel soha nem foglalkoztam. Akkor, amikor az ember kíváncsisággal telve lép, megy előre, akkor az valami fajta leltár csak készít, nem? Vagy mindig a következő feladatok, amelyek... Szerintem én mindig a következőre gondolok, és a következőre koncentrálok. Soha nem éreztem úgy, hogy most a csúcson vagyok, vagy nem is tudom, hogy mi az a csúcs, amit el kéne érni. Én csak szórakozok tulajdonképpen az életben. Szórakozik? Játék? Játék az egész. Tényleg? Igen. És azért van, azért, szerintem azért vannak ezek a sikerek, mivel hogy ez nem munka nekem, hanem szórakozás. Tehát én még az életemben azt hiszem, talán egyszer vagy kétszer mentem úgy bedolgozni, hogy na, inkább a tengerpartra mennék, vagy egy moziba, vagy valahova máshova. Tehát én izgatottan kelek fel minden reggel, mert fantasztikus dolgok vannak a fejemben, amit meg akarok valósítani. Ilyen értelemben, lehet, hogy nem annyira pontos a felvetés, de nem is veszi annyira komolyan az életet, mint amennyire mondjuk egy átlag ember, vagy mondjuk egy átlag magyar komolyan veszi? Hát én szerintem én komolyabban veszem. Tehát nekem ezek a kihívások és ezek az izgalmak, ezek nagyon fontosak. Csak én meg tudtam oldani a fejembe, hogy megtalálom minden munkába azt az érdekességet, azt a fantasztikus dolgot, amiért engem érdekel, és hogyha engem érdekel, akkor az nem munka, akkor az már egy érdekes hozzáállás ahhoz, hogy hogy tudom ezt megvalósítani, mit kell csinálnom. És az nem fontos meló, hanem az játék nekem, hogy megvalósítsam az álmomat. Tehát ezek a legtöbb, legnagyobb ötletek az mindig a fürdőkádba jönnek hozzám, mondja, ott locsogok a vízbe, és akkor hú, Evita. Milyen fantasztikus. Evita is például a fürdőkádba jutottad eszébe? Például. Milyen fantasztikus dolog lehetne ez, milyen jó volt az a darab Andrew Lloyd Webbertől, mennyire izgalmas filmet lehetne vele csinálni. És akkor 10 év múlva egyszer csak ott állok, és az Evita megszületett. Ilyenkor például, amikor eszébe jut a dolog, akkor le is jegyzeteli? Van, amikor igen, van, amikor nem. De rendszerint megmarad a fejében, és akkor onnantól kezdve meg kell csak valósítani. Hallottam egy történetet, hogy megnézte Kern András és Koltai Róbert főszereplésével a Miniszter Félrelép című darabot. Az este végére, tehát a vacsorakor, ön már tulajdonképpen a jogokat megvette. Tulajdonos, ez egy angol író. Igen, tehát mind a ketten az Andris és a Robi is külön-külön adtak nekem forgatókönyveket, hogy milyen jó lenne ezt megcsinálni, vagy ezt megcsinálni. És akkor vacsora közben gondolkoztam rajta, hogy most jöttünk haza a színdarabból, mindenki végig röhögte magát, de úgy, hogy nem tudtak leülni a röhögéstől. Megkérdeztem tőle, miért nem ezt csináltok meg egy filmben? Itt van a közönség, imádja, szereti. Már megvan az egésznek az alapja, miért nem ebből csináltok egy filmet? Hát erre nem gondoltak. Én akkor felvettem a telefont, felhívtam a Los Angeles irodámat, és mondtam, hogy vegyék meg a magyar jogokat ennek a színdarabnak. Egy óra múlva megvolt. Egy év múlva a film a moziban volt. Szóval csak oda akartam kiukadni, hogy ez is a sikernek az egyik motívuma lehet. Nem csak felismerni, hanem elképesztő gyorsan dönteni, nem? Hát, hogyha... Tehát az ötletek könnyűek, a megvalósítása nehezebbek. Tehát én úgy gondolom, nekem naponta van 50, legalább 50-em, és abból talán egyet vagy kettőt próbálok megvalósítani. Tehát úgy gondolom, hogy igen, az ötlet az, hogy ezt angolul mondják, a dime a dozen. Tehát az ötletek azok olcsók, amit megvalósítsz, az igenis jelentős. 50 ötletéből kettőt, ha meg tud valósítani? Hát van egy rakás hülyeség, ami eszembe jut, mint mindenkinek, azokat kidobáljuk, vagy szétszortírozzuk. Az hol dől el, hogy az ember szállne mondjuk 10 évet, mint az Evitára? 10 évet. És nem mondja azt kettőnél, hogy lehet, hogy nem olyan jó. Nem jó a forgatókönyv, lebeszélnek róla a barátaim. És van a másik, amikor akárki akármit mondhat, nem tudom, hogy mondott-e az Evitával kapcsolatban, de akkor is megcsinálom, és 10 értékes évet szánok rá az életemből. Hát elsősorban ez nem 10 év, vagy 10 évig sem. Csak ezzel foglalkozni, persze, nem, persze. Hanem ez 10 év, úgyhogy addig tartott, amíg az egész összeállt. Tehát dolgoztam 20 filmen az alatt, 10 év alatt. De az Evita nekem nagyon tetszett a színdarab. Az Evita élete egy nagyon érdekes controversy,
Tehát, hogy ma is szentnek, 50%-a Argentinák szentnek tartja, 50%-a utálja. Tehát érdekes, hogy 50 évvel a, mit tudom, a halála után még mindig ekkora misztikus embernek tekintik. Szóval engem nagyon érdekelt a téma, nagyon érdekelt az, hogy a zenéje, amit nagyon szeretem, és ez egy szeretet, ami kitartott. Tehát azt is szoktam néha mondani, hogy tulajdonképpen szerelmesnek kell lenni abba az ötletbe, amit meg akarsz csinálni, mert sokat kell rá várni, míg megvalósul, és hogyha elveszted az érdeklődésedet a dologba, akkor feladhatod. És az egy teszt, hogyha elveszted az érdeklődésed, akkor lehet, hogy nem érdemes megcsinálni. Itt dől el? Itt a válasz szól volna? Szerintem ez az út közben dől el. Azt olvastam valahol, ezt ön mondta, hogy remélem jól jegyzeteltem ki, hogy körülbelül 2 milliárd dollárt hoztak összesen a filmjei, mondta ezt ön, természetesen nem önnek, ennek csak egy meghatározott százaléka a produceré. Nem is a zsebébe akarok turkálni, hanem csak arra lennék kíváncsi, hogy mindez mondjuk az amerikai producerek között a hasznosulás, az körülbelül hol lehet Hollywoodban? Az első hányban? Sikeresség tekintetében? Mint hogy ezek a filmek milyen 2 milliárdból, amennyi mondjuk a producer zsebében vándorolt, ebből a 2 milliárdból, az ilyesfajta siker vagy hatékonyság, érdekérvényesítés tekintetében producerekről beszélek, ez a hanyadik helyre? Vagy hány közé teszi mondjuk Hollywoodban? Hát én szerintem az első 25-be. Az első 25-be? Körülbelül. Meg tudnám mondani, hogy mondjuk ki a legjobban, ilyen értelemben a legjobban érdekérvényesítő amerikai producer? Jim Cameron. Spielberg. Martin Scorsese. Tehát ezek szerintem mind ott fenn vannak. Tehát Jimnek van ugye az a pár film, amit csinál, Titanic, 2 milliárd dollár világszerte, Avatar, 4 milliárd dollár világszerte, tehát fantasztikus érzéke van. Nem is tudom, kinél olvastam, melyik nagyon gazdag magyar emberről, hogy ő például már a gimnáziumban az ételjegyekkel üzletelt. Andy Vajna körülbelül mikor döbbent rá arra, hogy előbb-utóbb gazdag leszek? Én nem érzem magam se gazdagnak, se az, hogy én ezt szándékosan valahogy ide jutottam. Én úgy érzem, ahogy mondtam az előbb, hogy nekem ezek a kívások játékok lettek, mert bele szerettem, és én nem gondolom, hogy én gazdag. Biztos, hogy mellettem van legalább 1 millió olyan ember, aki sokkal gazdagabb, mint én vagyok. Sokkal többen van, sőt, több millió ember, aki sokkal többet elért az életében, mint én. Egyébként hol jobb ez idő szerint Andrew Vajnának lenni? Amerikában van, itt Magyarországon? Hát ahol a feladat hív. Ahova a feladat hív. Most jelen pillanatban, mint kormánybiztos, a feladatom itt van, hogy ezt a filmszakmát próbáljuk egy kicsit előre tolni valamilyen formába. Tehát most úgy érzem, hogy most itt fontosabb, hogy legyek, mert itt van a feladat. Egyébként hányszor gondolt arra mondjuk az elmúlt 4-5 évben, hogy itt hagy csapott papot és hazamegy? Egyszer sem. Hát voltak pár olyan pillanat, amikor azt mondtam, hú, ez a szakma egy kicsit nehéz itt Magyarországon, mert mindenki jobban tud mindent, mint akárki más. De aztán hazamentem, és azt gondoltam, hogy na, akkor ez még nagyobb kihívás, hogy ezt rendbe tegyük. Mondjuk, hogy nehezebb Sharon Stone-t egy... Lehet, hogy nem rossz helyen kapizsgálom, de úgy tudom, Sharon Stone elég el volt kapatva saját magától az Elemi Ösztön 2 forgatásán, elég nehezen lehetett kezelni. Szóval majdnem nehezebb Sharon Stone-t rávenni bizonyos dolgokra egy forgatás közben, mint egy magyar rendező céghel megállapodásra jutni? Kis túlzással? Hát körülbelül ugyanaz. Körülbelül ugyanaz? Igen. Körülbelül ugyanaz. És úgy gondolja, hogy a feladat átvételétől mostanáig sikerült azt a fajta integratív jelenlétet megteremteni, amit kezdet-kezdetén meghatározott? Mert azért ez az iparág, én nem vagyok filmes, de amit csak így lehet olvasni, hát szóval minden jellemző rá, csak az összetartás, nem? Nem, egyáltalán nem tartanak össze, és ez szomorú, ezt próbálom megváltoztatni. Tehát az, hogy Amerikában a rendezők, a színészek tisztelik egymást, és drukkolnak a másiknak sikerért. Itt Magyarország az nem pontosan így működik, és sajnálatos módra, mert sokkal jobb hangulatban, sokkal biztonságosabban tudnának dolgozni, hogyha nem egymás ellen harcolnának állandóan. Ön is kapott támadásokat? Hát én állandóan, nem olvasod az újságokat. De melyik volt mondjuk az, ami kimondottan fájdalmas volt? A fájdalmas egyik se volt, mert nem figyelek rájuk. Nem figyel rájuk?
nem érdemes. Amikor olyat olvasott, ezt valahogy kisjegyzeteltem, ezzel nagyon megdöbbentem, egy fiatal filmrendezőnő azt mondta, hogy ön tulajdonképpen olyan Amerikában, hogy nevetségtárgya Hollywoodban. Az ilyenekre legyint? Hát ő biztos tudja, mert kit ismer Hollywoodba. Tehát, hogyha én felhívom Spielbergot ma, vagy a Universal Studio-nak a prezidentjét, vagy a Fox-nak a prezidentjét, aki nekem dolgozott, én garantálom neked, hogy nem vagyok nevetséges, hanem rögtön felveszik a telefonomat. Tehát ilyen kommentekre nem érdemes foglalkozni, mert mit tud, honnan veszi, tehát nincs semmi alapja. Egyébként egy pozíció fontosságát azt szokták mondani, hogy nagy mértékben meghatározza az úgymond visszahívási index, ha már ezt említette. Ha ma például Orbán Viktort, ugye említette Spielberget, Orbán Viktort hívja fel, akkor hány percen belül sikerül elérni, vagy egyből eléri a miniszterelnököt? Hát én remélem, hogy egy pár nap alatt elérem, hát ő kicsit jobban elfoglalt, mint én, és vannak fontosabb dolgai, mint velem foglalkozni, vagyis az én problémámat, azért vagyok ott, az én problémámat én oldjam meg. Tehát az próbálom saját magam megoldani őket. Az elmúlt 4-5 évben hányszor volt kénytelen a miniszterelnökhöz, vagy Lázár Jánoshoz fordulni, aki szintén ennek a területnek politikai felelőse? Szerintem mi általában találkozunk 4 hónaponként, általában, ami inkább egy beszámoló, mint egy kérelem fontosság. Én próbálom megkérdezni, hogy hogyan vannak megelégedve, hogy abba az irányba megyünk, amiket ő szeretne, vagy hogy a munkám, elmondom neki, hogy miken dolgozok, vagy mit szeretnék megvalósítani, és általában azt nem szól bele. Tehát ő gondolja, hogy mivel hogy én legalábbis azt hiszem, hogy azt gondolja, hogy én egy kicsit többet értek a film szakmához, mint ő, tehát ha már rám bízta, akkor hagyja, hogy saját magamat temessem el. Azt mondta, hogy saját magamat temessem el, lenne egyébként, miután egy elég delikát helyzetről beszélünk, magyar filmes közegről, lenne az eredménytelenségnek egy olyan foka, amire még Andy Vajna is azt mondaná, hogy hagyom az egészet a fenébe? Nem tudom. Én ezt egyelőre nem tudom elképzelni, mert úgy gondolom, hogy az utolsó 4 évben nagyon sokat fejlődtünk, és ez a negativity, amivel a szakma fogadott engem, az már egy pozitív hozzáállás majdnem mindenkitől. Tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív irányba megyünk, és elkezdték a mai rendezők, producerek azt a filozófiát felvenni, hogy igen, mégiscsak ezt a sok pénzt elköltöm, annak legyen valami értelme. Legyen valami értelme, legyen valami közönsége, legyen, megszólítsak valakit valahol a világba. És ezt most már kezdik szerintem megérteni, sőt, most már hiányolják, hogyha nem sikerül. Egyébként mindez a tevékenység, mert meglehetősen sokrétű munkát végez, ez a tevékenység, tehát a magyar filmszakma rendbetétele, ez hány órát vesz igénybe mondjuk az ön munkarendjéből? Hát ez nagyjából egész a napnak a 90%-át szerintem. A nap 90%-át? A munkanap. A munkanapnak. 90%-át. Az nagyon sok. Hát erre a feladatra ez a dolgom, erre vállalkoztam. Van, amikor 150%-ot, tehát amikor hazaviszem, otthon olvasom, otthon készítem el, előkészülök a következő napra, van, amikor egy fél napot, tehát ezt átlagban mondom, hogy az én 80-85%. Összességében minden tevékenységét, akár üzleti tevékenységét is figyelembe véve, ön mögött hány ember dolgozik? Mekkora az apparátus, ami ön mögött dolgozik? Jelen pillanatban, a filmszakmában, vagy mindenben? Összességében. Tehát most könyvelőkre, jogászokra, tanácsadókra, titkárokra, sajtósokra, mindenre gondolok. Szerintem 1800. 1800 ember. Igen. Az nagyon sok, meglehetősen sok. Hány olyan ember van? Volt olyan, amelyünk 3000 dolgozott nekem, akkor fiatalabb voltam meg. Hány éves lehetett akkor? 21. 21 évesen. Igen. 3000 ember dolgozott a parokhagyárokban. A felelősségtől, vagy máshogy kérdezem, soha nem ijedt meg saját magától? 21 évesen? Nem. Lehet, hogy nekem csoskák a felvetéseim, de 21 évesen, hát nem, hogy 3000 emberért nem mertem volna felelősséget vállalni, nyilván nem, különböző. Nem, büszke voltam arra, hogy ezt el tudtam érni. Hogy ennyire népszerű lett az a parok, amit én terveztem, vagy ennyire jól tudtam eladni. Tehát az, hogy 3000 ember gyártotta, az csak annak az eredménye volt, hogy nagyon jól eladtuk, nagyon jól meghirdettük, és aztán le kellett gyártani. Kételj soha nem volt önben, bármivel kapcsolatban? Hát biztos volt, de nem foglalkozok vele. Elnyomja, tehát elengedi. Igen.
Pascalnak van egy mondása, azt jelenti, hogy oszd be az éveid, hogy teljes legyen az életed. Nem érte, vagy éljön túl gyorsan az életét ilyen formán? Szerintem nem. Szerintem én sokkal kevesebbet teljesítek, mint sok más ember. Kihez képest? Hát azokhoz a, például azok, például a, mit tudom én, a Microsoftnak a főnökéhez, vagy a 20th Century Foxnak a prezidentjével, vagy a Universalnak a főnökével, vagy sok más olyan emberrel, akik sokkal nagyobb dolgokat és sokkal nagyobb dolgokat mozgatnak és gyártanak, mint én. Azt mondta, hogy nem nagyon hagyja magát borongani. Nem akarom ennek a mélylélek talán kutatni, de kiderült, az újságok írtak róla, hogy egy betegségen átesett pár évvel ezelőtt. Az ilyesfajta tudat, tehát amikor megtudta, hogy beteg vagyok, hogy sikerül áttranszformálni azzá, hogy az ember semmi másra nem gondol, mint az, hogy a lehető legrövidebb időn belül meggyógyuljon, és ott hatékonyan tegye a dolgát? Hát ez volt a feladat. Tehát de ez... hogy lendül az ember át? Hát úgy, hogy nem sajnáltam magam, hogy ez a betegségem van, hanem elkezdtem utána nézni, hogy tudom megoldani ezt a betegséget. Mi a legjobb metódus arra, hogy rendbe hozzam magam, és akkor végigjártam a világot, hogy hol mik azok a lehetőségek, amik előttem állnak, és akkor abból kiválasztani azt, ami nekem a leglogikusabb volt. Az igaz, hogy 6 hónapig tartott, amíg megtalálta a megoldást? Igaz. És mondott egy olyan mondatot, és ez nagyon megütötte a fülem, hogy lehet, hogyha a korábbi megoldások közül választom valamelyiket, lehet, hogy már nem élnék. Lehet. Hát mert mindenféle javasoltak. Tehát ez egy nagyon fura dolog az ember életében az orvosokkal. Ugye, hogy én nem értek ahhoz, hogy nem vagyok orvos, nem értem azt, hogy a betegségeket hogy kell megoldani, csak van egy bizonyos logikám. És az a logika alapján megyek, az egyik orvos azt mondja, hogy na most kimoterápiával kell csinálni, a másik azt mondja, hogy radiation, a harmadik azt mondja, hogy operáció, a negyedik azt mondja, hogy chemoembolism, na most nekem kell választani ezekből, mert mindegyik mást javasol. Melyiknek van igaza, nem tudom. Szóval nekem ki kell logikázni azt, hogy én melyikbe hiszek, és akkor, hogy melyik lenne a leghasznosabb az én testemnek, vagy az lelkemnek, és akkor az irányba elindulni és megvalósítani. Ebben az időszakban volt olyan, amikor, nem is azt mondom, hogy feladtad, elgondolkodott azon, magyarul, hogy megijedt, tehát nagyon megijedt. Nem. Egyszer sem? Nem, egyszer sem. Egyszer sem. Csak arra és azon dolgozott, hogy megtalálja megoldást, ami sikerre vezet. El voltam száma 100%-ban, hogy engem nem lehet ilyen könnyen kinyírni. Egy mondatot szeretnék csak erről beszélni, tényleg nem bulvár témával kapcsolatban, az ön fiáról egy mondat erejéig. Egy ilyen dolgot Máraira hagyatkoznék le, inkább Márai Sándor, aki azt mondja, hogy a legnehezebb dolog az életben elfogadni a megváltoztathatatlant. Egy ilyen, hogy az ön fia önkezével vett véget az életének. Túl lehet ezen lenni? Valaha is? Nem is akarok túl lenni rajta. Tehát ővel, a fiam velem van minden nap, minden órában, minden percemben. Ő jelen van az én életemben, és azokat, amikor visszagondolok az egészre, akkor nagyon pozitív élményeim vannak azokról az időkről, amit együtt töltöttünk. Sajnos ez egy ilyen betegség, és ennek a betegségnek ez a legnépszerűbb folyamata, és ezen nem lehet segíteni. Neki milyen pszichés betegsége volt? A szkizofrénia. Szkizofrénia szenvedett. És ez egy nagyon szomorú dolog, ez általában a lányokon 14 és 18 év körül jön ki, a fiúkon pedig 19 és 25 év körül jön ki. Szóval nagyon fura, mert az életedet tulajdonképpen leéled, mint egy teenager, mint egy, hogy hívják, és mindenben nagyon jól teljesítsz, és fantasztikus életed van, és másnap reggel felébredsz, és nem tudsz gondolkozni tisztán. Zajokat hallasz a fejedbe. Nem tudod, hogy mi történik veled. Tehát ez egy nagyon szomorú dolog. Ez nála is egyik pillanatról a másikra jelent egyik között? Egyik napról a másikra. Igen. Akkor azért csak megijedt Andrew Vajna egy ilyen dolog esetén? Csak nem megijedt, az nem a jó szó. Én ugyanúgy harcoltam az ő életéről, és elmentem minden olyan különböző orvosokhoz, akik ebbe a szakmába tényleg a szakmájuk legelején jártak. Mindenféle dolgokat kipróbáltunk vele együtt, úgyhogy hogy ez működik-e vagy nem, végén nem sikerült, de
van egy érdekes dolog is, mert nagyon közel álltam a fiamhoz, és ő látta, hogy a mamája és a papája szenved azért, mert neki ez a betegsége van. És lehet, hogy ez volt a legnagyobb motiváció neki, hogy ő nem akarta, hogy mi szenvedjünk azért, mert ő nem tud magát, nem tudja magát eltartani, nem képes magával foglalkozni, amikor két héttel azelőtt tudta csinálni. És ez annyira megdöbbentette, hogy lehet, hogy lehet, én nem tudom, mert nem beszéltük meg, de mind a ketten a volt feleségemmel, mind a ketten ugyanezt éreztük, hogy ő minket akart megmenteni valahogy ennek a jövőjétől. Mindenesetre én még ilyen pozitív és helyénvaló ideológiát ilyen helyzetben nem hallottam. Valószínű, hogy ez lehet, ami egyedüli kiút lehet egy tragédia esetén. Hát ez nem kiút, mert velem él minden nap, minden percben. De én úgy gondolom, hogy van valami, legalábbis az én fejemben van valami elfogadható ok, ami valamennyire megnyugtat. A záró kérdésem is ez jutott eszembe, hogy Orson Welles Aranypolgárában a főszereplő, ha jól emlékszem, bankár, és az utolsó szava az, hogy rózsabimbó. Majd nagyon sokára Andrew Vajnával valami nagy baj történne. Az utolsó szava. Mi lenne, és azért jutott ez eszembe, mert tudomásom szerint, hogy elsősorban a bank nevelte fel, és a szeretet, a gyengétség, mindaz, amit a rózsabimbó szimbolizál, na ez hiányzott az életéből. Van ilyen szó? Hát ezen gondolkoznom kéne, tehát ezt nem tudom rögtönözni neked, mert még soha nem gondolkoztam arra, hogy mi lenne az a, az egyszavú hagyomány, amit magam mögött szeretnék hagyni. Tehát erre nem tudok most jelen pillanatban válaszolni. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy láttuk. Egy élmény volt. Én is. Köszönöm szépen. Ennyi volt Andrew Vajna arcképe. Folytassuk két hét múlva immár egy másik vendéggel. Rajta nem fog múlni, hitem szerint az sem lesz tanulság nélküli beszélgetés. Addig is minden jót kívánok, vigyázzanak magukra!